Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, az Eurosport Ollantos Andrást hallják. A hétvégén a VTCC-vel párhuzamosan kezdetét vette a Túrautó Európa bajnokság is, más nevén az ETCC, amelyben két magyar pilóta is érdekelt volt. Az egyikük Kis Norbert, aki itt a képen már látható is a piros Alfa Romeo-val, ez az Unicorse csapat Alfa Romeo-ja, illetve volt még egy magyar versenyző, aki most ebben a pillanatban itt ül mellettem, Nagy Norbi, az MGS Racing pilótája, aki pedig egy Szívó 2000-es, akárcsak ugye Norbi, ő is Szívó 2000-es autóval megy, tehát egy Szívó 2000-es Alfa, illetve gyorsan akartam mondani, nagyon ráálltam erre az Alfára, Chevrolet Cruze-zal indult, Alan Menü korábbi autójával. Norbi, üdvözöllek, sok szeretettel itt az Eurosport stúdiójában, együtt fogjuk nézni a két futam összefoglalóját. Sevik az élen, de ezek nem olyan sevik, mint a te autód, amíg nem töri össze magát a komplet mezőny, addig gyorsan mondd el, hogy milyen a kocsi. Ez egy S2000-es Chevrolet Cruze, tehát különbözik tényleg ezekből, vagy ezektől, amik most elől mennek. Ezzel az autóval 2010-ben ment a gyári Chevrolet csapat, aztán utána még a BTCC-ben szerepelt ez az autó, illetve előző évben pedig Borkovics ment ezzel a technikával, és utána került hozzánk, és hát megpróbáltuk felújítani ezt az autót minél jobban, tehát azért egy picit lelakott autó került hozzánk, de én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Aztán most pedig elkezdtük gyűjteni most már az adatokat, hogy minden versenyre minél jobb beállításokkal tudjunk odaállítani. Közben nézzük itt az első néhány kört, mert hogy magyar szempontból ez elég érdekes. Téged sajnos nem látunk itt az elején majd, hiszen meg kellett bontani az autódban a motort, és emiatt a sor végéről kellett indulj. Látjuk viszont Kis Norbit, aki fantasztikusan ment a futam elején az Alfa Romeo-val. Az Unicorse csapat nagyon régóta szervizeli ezt a kocsit, egy igazi alfás csapatról van szó, és most egy olyan pilóta ülhetett be, aki, hát azt gondolom, ezt nyugodtan mondhatjuk, az egész ETCC mezőny egyik legjobb versenyzője jelenleg. Kis Norbiról van szó, korábbi Renault, Suzuki, Seat magyar bajnok, sőt még formautóval is versenyzett, és itt látjuk azt, hogy az első körben, miközben egy megforgás Gracev, és aztán el is találja az egyik Seat, az egyik kupás Seat. Szóval ezzel az autóval rögtön itt az első tulajdonképpen egy körben, másfél körben feljött a harmadik helyre. Ez egy Szívó 2000-es Alfa Romeo, amiben Kis Norbi ül, miközben előtte turbós autók mennek. Ja, ott van Skuz, illetve Karamisev, az egyiküknél Ivan Müller korábbi autója, másiknál Alan Menü korábbi autója, és még Homola, Mihelis Norbi korábbi BMW-jével Kis Norbi előtt. Nem semmi, amit Norbi ment itt az elején. Közben Karamisev kóstolgatja Skuzt az élen. Ez egy új szabály, közben látjuk, hogy Nagy Norbi már a 17. helyen jön, nagyon szépen sikerült az eleje. Így van, azért ott voltak forgások, amit láttunk, hogy a még egy forgás. És jön a biztonsági autó. Jöhet az újraindítás, akkor kijön a biztonsági autó, Bruno Correia kikormányozza az Alfa Romeo 4C-t, Skuz az élen, Karamisev mögötte, és Kis Norbinak kell védekeznie Peter Fulinnal szemben, aki a címvédő, és ugyanazzal az autóval megy, mint tavaly, Karamisev pedig szélárnyékot fog Skuz mellett, rendkívüli módon csúszik a pálya, Kis Norbi próbál Homola mellé beszúrni, Karamisev elmegy Skuznak, Norbi elfordul a harmadik helyen. Itt jön egy másik Alfa is egyébként, Filip Sladecska testvére, Samuel Sladecska ment ezzel, de nézzük az elejét, mert hogy közben Norbi már újra támadja, Kis Norbi újra támadja Homolát, és meg is előzi. Homola is egy 1.6 turbós autóval megy, nagyon érezte a vizes pályát Kis Norbi, és már a harmadik helyen az Alfával, sőt elkezdi kóstolgatni az 1.6 turbós seviket. Egészen elképesztő, amit a magyar pilóta csinál. Az egyenesben persze nincs könnyű dolguk, és meg is állt egy pillanatra az ablaktörlő itt az egyenesben a menetszél miatt. Nem működik tökéletesen Kis Norbinál, Karamisev és Skuz még egyszer. Az egyenesben nem volt esélye ellenük. Persze, de sokkal erősebbek azért az 1.6 turbós autók, viszont a vizes pályán egy picit talán kiegyenlítettebbek az erőviszonyok. És megérkezik közben Kis Norbi, külső éven belül próbált fordulni Karamisev, ő az élen, Skuz most próbál visszajönni, és talán Norbi, hogyha jól helyezkedik ott a két Chevy mögött, akkor a zavarosban halászva megszerezheti a vezetést is, netán erről egyelőre még csak álmodni, mert az ember két korábbi VTCC-s autó az élen, és már támadja őket Kis Norbi, mintha meg is pöccintette volna Karamisevet, de az is lehet, hogy csak a kigyorsításnál csúszott meg az autó. Az ötödik körben járunk, de Norbinak hátra is kell figyelnie,
mert hogy mögötte Homola helyezkedik, megcsúszik Karamisev, kis Norbi már a második helyen, és megpróbálja betenni belőle az autót, aztán inkább vált egy picit higgadtabb üzemmódra, és hagyja, hadd menjen Skuz, ráadásul az egyenesben vissza fog jönni Karamisev. Hát itt látszik a nagyon nagy erőfölény, hogy az egyenesben, mire a végére jönnek, azért mekkora előnyt ki tudnak autózni a... Ez elképesztő. A krúzok. Itt egy két autóhoz autózott ki pillanatok alatt Karamisev. Homola, ő rá kell figyelni. Megint nagyon szélesen fordul Skuz, és Norbi bevegy mindkettejük mellé. Karamisev és Skuz egymással van elfoglalva, kis Norbi pedig megszerzi a vezetést. Körbeautózott két 1.6 turbos Chevyt. Mondom még egyszer, ők nagyon egymásra koncentráltak, és Karamisev már is jön vissza, sőt, jön vissza Skuz, és Skuz neki megy kis Norbinak, valami leszakadt ott az egyik autóról. Ó, elég furán áll kis Norbi ajtaja, eltört a zsanér, az pedig úgy elég veszélyes. Le fogja szakítani a menetszél, le is szakad, és ebben a pillanatban neki is megy Homolának. Húha, kis Norbi autójáról leszakadt az ajtó. Számára itt véget ér a verseny, ez teljesen biztos. És Homola volt az? Homola volt, igen. Aki kapott még egy nagy pofont. Homola ráment ott egy olyan csúszósabb részre, aztán beszitált neki az autó is. Hol lett a vége? Azt néztem egyébként, hogy előbb koccantak ők össze, és utána ment rá az ajtóra talán Homola. Mindjárt látunk talán egy visszajátszást. Az biztos, hogy bármennyire is menne tovább kis Norbi, ezt így nem fogják engedni. Jön a biztonsági autó, illetve ez az orvosi autó. De ezzel együtt valószínűleg a biztonsági autó is jön, jól van, Homola rendben. Ez a legfontosabb. Viszont Norbi korábbi BMW-je, Mihalis Norbi korábbi BMW-je kapott most egy kis törődést. Ezzel így nem lehet versenyezni sajnos. Lehetett látni, hogy Skuzzal, amikor összeért, eltört a zsanér, és onnantól kezdve már csak a Szentlélek tartotta. Elég szerencsétlen megoldás van ott sajnos ezekben az alfákban. Gyönge? Maga a konstrukció, az ajtó, rögzítés? Hát gondolom igen, meg ahhoz képest nem kapott olyan nagy ütést. Na itt látjuk és majd. Mégis. Itt van egymással elfoglalva Karamisev, Norbi zseniálisan veszi észre, hogy belül ki tud gyorsítani mellettük. Egy pillanatra vezetett is. Itt az élen kis Norbi, hihetetlen. És aztán talán ez lett a veszte, mert hogy egyből próbálnak visszajönni majd a sevisek, hát ha látjuk. Igen, itt van, amikor Karamisev bemegy belőle, és Skuz nagyon későn indul. Össze is ért a két autó, és itt már lehet látni, hogy eltört az autó zsanérja, és lifeg. És aztán, ahogy megérkeznek a Mistral egyenesbe, és elkezdi tolni neki. És nem mennek ki Homola. Ah. Akkor leszakad az ajtó, és aztán Homola el is találja. Igen.